go. Watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, babe? 'Cause I don't break your voice. I'm moving on. Hang forog, kamera forog, összecsapjuk. Ez az, amiről általában leszoktatok maradni, de ez ahhoz kell, hogy össze tudjam passzítani egymással a hangot és a képet utómunkában, úgyhogy ezek a csapók ezt csinálják. Na de valami egészen másról kellene ma beszélni, méghozzá arról, hogy mi ez a felmondás. Hát effektíven nem mondok fel értelemszerűen, mert hogy nincs honnan felmondanom, tekintve, hogy nem állok alkalmazásban sehol. Erre szokták mondani azt a barátaim, hogy tök jó, mert nekem nincsen főnököm, vagy éppen én magam vagyok a főnököm, csak az a helyzet, hogy ez nem teljesen igaz, mert hogy lényegében az összes ügyfél az én főnököm, ezek az ügyfelek pedig egymással nem szoktak egyeztetni, ebből pedig az következik, hogy időnként iszonyatosan kaotikusak a mindennapjaim, időnként pedig lényegében nincsen munkám. És ezeket a nincsen munkám időszakokat szoktam arra használni, hogy rákészüljek majd a következő projektekre. Ilyenkor szoktam egyeztetni különböző leendő ügyfelekkel arról, hogy mit hoz majd a jövő. Viszont ahogy nagyon sok embert, engem is igen érzékenyen érintett a Covid. Ez leginkább abban öltött testet, hogy a 2021-em az eszméletlenül kaotikus, sűrű és tömény volt. Olyannyira, hogy szeptember végén már úgy voltam vele, hogy alig várom, hogy lefussanak projektjeim, és nagyon bíztam abban, hogy a november-decemberem az ahhoz hasonlóan nyugis lesz, mint amilyen általában szokott lenni. Mert tervezgettem magamban azt, hogy nem is baj, ha ez alatt az idő alatt nem keresek új munkákat, tartalékom van annyi, hogy átvészeljek egy hosszabb, rövidebb időszakot, és arra számítottam, hogy majd november környékén elmegyek kirándulni, rengeteget kinn leszek a birtokon, csinálok mindenféle olyan dolgot, ami ahhoz kell, hogy egy kicsit regenerálódjak. Ehhez képest nagyjából november közepe óta vannak egészségügyi problémáim, amik elég hosszan az ágyhoz kötöttek, illetve aktív gyógytornához. Hát az utóbbi néhány napot leszámítva elég nyomorultul éreztem magam, úgyhogy ez alatt az időszak alatt azon gondolkodtam, hogy nem érdekel, hogy kezdődik a január, ilyenkor kellene neki veselkednem, hogy új ügyfeleket keressek, hogy egyeztessek különböző projektekről, hogy mi legyen majd ebben az évben. Úgy döntöttem, hogy ezt most elengedem. Legalább néhány hónapra. Elmegyek egy, nem tudom, van erre jó magyar szó, a sabbaticalre, tehát hogy kiveszek egy hosszabb időszakot, amikor kiszállok egy kicsit a mókuskerékből. Nevezzük úgy, hogy elmegyek egy alkotói szabadságra. Hát erről szerettem volna beszélni részletesebben ebben a videóban, de arra gondoltam, hogy ennyi szerintem elég belőle, és inkább valami kreatív feladatot találok ki magamnak, amit nagyon régóta meg akartam csinálni. Amint tudjátok, egy ideig dolgoztam szerkesztőként rádióban, és tisztában vagyok azzal, hogyha időnként elkap a flow, akkor végtelen mennyiségű munkát bele tudok fetszölni egy adott projektbe, és azzal is tisztában vagyok, hogyha közeleg egy határidő, az hihetetlenül serkenteni tud. Azt viszont soha nem próbáltam ki, hogy milyen, hogyha én magamnak szabok határidőket, és annak megfelelően dolgozom. Volt olyan adás régen, emlékszem, hogy mikor? Egy órakor kezdődött mindig az élő műsor, és volt, amikor 12:10-kor még vendéget próbáltam felhajtani, miközben már a buszon voltam úton a rádióba, úgyhogy meg lehet oldani viszonylag rövid idő alatt azt, hogy egy adás összeálljon. Nyilván nem optimális, de most szándékosan belerakom magam egy ilyen szuboptimális helyzetbe, és az lesz a feladat, hogy összerakok egy adásvázlatot, megnézem, hogy 25 perc, elég-e ahhoz, hogy kidolgozzak egy adásmenetet. Nyilván ide vlogra, nem rakom túl magasra a lécet, legyen benne 4-5 témakör, nem tudom, meglátjuk. Mondjuk, ha nem fog sikerülni, akkor úgysem megy ki ez a videó, tehát ha ezt látjátok, akkor már sejthetitek, hogy valamilyen hatást elértem. 16 óra 36 perc van, felhúzom az órát, ez alatt megpróbálok koncentráltan csak erre figyelni, dolgozni az ügyön, aztán szusszanok egy kicsit, leviszem mondjuk egy 10-15 percre a kutyát játszani, aztán kb. Ugyanennyi idő alatt megpróbálok majd
alkotni valamit ebből az egészből. Lássuk. Hát, valami lesz, viszont kumisz most már muszáj levinnem, úgyhogy mindjárt jövök vissza. Jó, hát ez a kutyaséta, ez nem 10 perc lett, ahogy terveztem. Konkrétan kopogósra fagytam, úgyhogy amikor hazajöttem, csináltam még egy jó meleg levest, és ahogy belapátoltam, rendezgettem még itt a dolgokat. Ha úgy veszük, csaltam. Jó, hamar erodáltam itt a bizalmat. Na mindegy, új információt nem raktam hozzá, kicsit rendezgettem azt, ami eddig itt volt. Az első ötletem az volt, hogy a meglévős videós terveimet fogom kidolgozni, vagy azok közül egyet, de hát nem véletlenül érnek azok hosszú ideje, úgyhogy ezt elvetettem. A másik ötletem az volt, hogy legyen esetleg egy gyors könyvajánló, viszont jelenleg 3 könyv van, amit olvasok, az egyik egy novellás kötet, a Marionett Fenomenál Balassa Krisztiántól. Hát ennek kb. A felénél járok. Van egy másik, ami az előadó művészet és a zenei köznyelv kapcsolatáról szól, gondolom rengeteg embert érdekelhet. A harmadik pedig a Marsi, aminek mindjárt a végére érek, de ebből sem lennék túl hiteles könyvajánló, ugyanis még egy bő 30 oldal hátra van, és ki tudja, lehet, hogy eddig felrobban a Mars, meghal, nem tudom, mi fog történni, tehát nem biztos, hogy ugyanaz lesz, mint a filmben, egyébként valószínűleg, de szóval a könyvajánlós részt azt skippeltem. Az első 5 percem azzal ment el, hogy vadul kattingattam különböző hírportálokra, a Science-nek a főoldalára, próbáltam keresni valamit, amit fel lehetne dolgozni, viszont 25 perc azért nem elég arra, hogy több hírbe alaposan belemélyedjek, úgyhogy egy arany középutat választottam. Olyan dolgokat szedtem elő, amivel az elmúlt egy hétben azért foglalkoztam, felmentem a Twitterre, és végignéztem, hogy az elmúlt egy hétben milyen hatások értek, amiket kitwitteltem, úgyhogy gondoltam, azokat fejtem ki egy kicsit bővebben, ami nem fér bele a mennyi 280 karakterben. Milyen hatások értek a héten? Heti hatás. Ez lehetne a rovatnak a címe. Heti hatás, hölgyeim és uraim, olyan, mint a heti hetes. Még meg is lehetne jeleníteni. Elbírom képzelni a főcímet, hogy ott van a földgömb. Szóval itt van a földgömb, és beúszik elé egy szalag, mint a régi híradóknál, hogy heti hatás. Meg ezek a számok tök jók. Heti hatás, 7, 6, 5 téma, 4 like, 3 komment, 2 feliratkozás, 1... Egyelek meg titeket, nem tudom. Valamit ki lehet erre találni. 5 rovat nem lesz, csak 3, bár gondoltam arra, hogy lehetne egy ilyen szóvic rovat is, de az elmúlt héten nem raktam ki túl sokat. Max azt, hogy a Boldog természetfilmessel madarat lehet forgatni. Viszont ehhez kapcsolódik, vagy valamennyire kapcsolódik, hogy voltam kin a Városligetben, és láttam ezt a szerencsétlen szürkegémet ott a sirályok között, és teljesen úgy éreztem, hogy olyan szegény, mint bármelyik napközis tanítónéni kin a játszótéren a gyerekekkel. Na mindegy, ez önmagában egy rovatot nem töltene meg, úgyhogy nézzük, hogy mik lesznek. Ja, főcím. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket itt a Heti Hatás mai adásában. Az Ig Nobelre jelölve című rovatunkban rövidesen érkeznek az autóvezető halak. Aztán a méltán népszerű Conteo rovatunkban az Ivermectin és Bill Gates kapcsolatát tárjuk fel. Végül pedig kulturális perceinkkel zárjuk, szerkesztőségünk Pottyondi Edina stand-up előadására jutott be. Tartsanak velünk! A tájékozódás mindenki életében nagyon fontos. Kaját lehet így szerezni, menedéket lehet találni, vagy éppen párosodásra alkalmas egyedet és helyet, bár ez lehet, hogy a menedékben eleve benne volt. Szóval ez minden élőlény, vagy legalábbis helyváltoztatásra képes élőlény
szempontjából létfontosságú. Erről jut eszembe, hogy tegnap megállított egy nagyon-nagyon idős néni a Bosnyák téren, és kereste a Pétervárad utcát. Úgyhogy megkérdeztem tőle, hogy mit tetszik ott keresni, hogy jobban irányba tudjam állítani, és mondta, hogy a tanácsot. Nagyon aranyos volt. Igen, egyébként anyukám a mai napig tanácsháztérnek hívja Miskolcon a városháztéret. Na, de visszatérve a járművezető halakhoz. A kutatókat nagyon régóta foglalkoztatja, hogy mi lehet az alapja a tájékozódásnak. Ehhez izraeli kutatók egy egész extrém megoldáshoz nyúltak, amit ők csak Domain Transfer Methodology-nak hívnak. Ez lényegéből abból áll, hogy kiemelik a jószágot az eredeti környezetéből, és egy tök más helyzetbe rakják bele. És ezt szó szerint értsétek. Kiemelnek egy halat a vízből, egy akváriumba teszik, és szárazföldre helyezik őket. Megtanítják a halnak, hogy hogyan tudnak irányítani egy robotizált járművet, amivel aztán a szárazföldön fognak tájékozódni. És ezt a járművet FOV-nek, vagyis FOV-nak, Fish Operated Vehicle-nek, vagyis hal által irányított járműnek hívják. Ha ez nem kap Ig Nobelt az idén, akkor... akkor nem tudom, mi vár még ránk 2022-ben. A genetikus Varga Máténál, akinek mindene a zebrahal, egy egész adásunk, podcast adásunk szól arról, hogy miért jó modellállatok ezek. Szóval Varga Máténál láttam ezt Twitteren, és meg is jegyeztem, hogy mégis milyen evolúciós előnyei lehetnek annak, hogy egy hal képes járművet vezetni. Kelt ehhez még hozzátette, hogy most még csak nevezd, de el tudsz-e képzelni ijesztőbbet, mint egy cápát tankkal. Nem tudom, írjátok meg, mi lehet szerintetek az előnye annak, hogy egy hal képes járművet vezetni. Amúgy a cikket berakom, hogyha érdekelnek a tudományos részletek, olvassátok el. Ez lehet, hogy nem látszik. Az van ráírva, hogy Conteuroval. Végig rajtam volt a sapka. Minden esetre ehhez most alufólia sapkára lesz szükség, ugyanis a 24.hu-n jelent meg múlt héten egy cikk, egy elég alapos riport volt az oltás ellenesekről. Budai várban táboroznak az ország legelszántabb oltás ellenesei volt a cikknek a címen, nem megyek végig az egészen, a legfontosabb kulcsmondatot szeretném kiemelni. A vakcinában található tüskefehérje jelenlétét kifogásolják. A vakcinában nincs tüskefehérje, vagy nem tudom, van-e olyan vakcina, amiben van, mRNA-s van, de nem ezen fogunk fennakadni. Szóval a vakcinában található tüskefehérje jelenlétét kifolyásolják ezek az oltás ellenesek. Szerintük ez az, ami meddőséget okoz a nőknél, ez az, ami miatt összeesnek a focisták a gyepen, és amitől vérezni kezd az orruk. Itt már nagyon elkezdett érdekelni, hogy hova megy ki ez az egész. Ezeket szerintük úgy kell elképzelni, mint miniatűr pengéket, amik az oltás felvételével bekerülnek a véráramba, és belülről támadják meg az érfalakat. Aminek utána néztem, hogy egy Covid virion, tehát az a vírus partikulum, ami képes fertőzni, ami képes átjutni egyik emberről a másikra, az 100 nanométer. Nagyjából 0,1 mikrométer körüli. Tehát egy nagyon-nagyon picike dologról van szó. Most abban nem megyek bele, erről volt egy videóm még a Covid-járványnak a legelején, hogy hogyan működik egy vírus oda benne a szervezeten belül. Nem is ebben a formájában fejti ki igazán a hatását. Na mindegy, a lényeg, hogy van egy iszonyatosan picike vírus. Rákerestem arra, hogy mekkora lehet nagyjából egy endotél sejt, az érfalnak mondjuk egy sejtje. Azt találtam, hogy 30-50 mikrométer körüli. Nem ástam bele nagyon alaposan, ha nem stimmel, pontosan írjátok meg nyugodtan a leírásban, de a lényeg, hogy nagyjából 500-szoros különbség van a kettő között. Ezek után kiszámoltam, hogy én 177 cm magas vagyok, kerestem valamit, ami 500-szor akkora, mint én, és ez nagyjából a Burj Khalifával egyenértékű. Tehát képzeljetek el egy átlagos testmagasságú embert, akinél itt vannak a tüskefehérjék, tételezzük fel, hogy a tüske a burkon az nem egy ilyen takonyszerű anyag, mint amilyen valójában, hanem kemény, mint ez a kés. És képzeljétek el, hogy hadba szállok a Burj Khalifa 828 méteres épületével, ezzel a tüskével. Mekkora strukturális kárt tudok okozni abban az épületben?
még ha meg is karcolgatnám, nem fog vérezni. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott vannak azok a tüskék a virionnak a felszínén, és hasítják orba szájba a dolgokat. És még azt sem mondom, hogy ez alapbiológia lenne, mert valószínűleg erről tényleg nincsen szó biológia órákon, még középiskolában semmit. Nem tudom, hogy ez hol megy félre. Lehet, hogy nem is kellene velük foglalkozni, mert egy maroknyi hülye van csak, de meg azt sem mondanám, hogy hülyék. Egyszerűen valami miatt megtévesztett emberek. Emberek, ne használjatok ivermektint. Megnéztem a képletét, és tele van mindenféle hegyes tüskékkel. Beveszitek, és összekaristolja a gyomrotokat. Bill Gates rakta bele direkt. Azért, hogy azok a hegyes tüskék, mint az antenna, vegyék az 5G-t. Erre senki nem gondolt. Gondolkodtam még ilyen 500-szoros hasonlatokon, hogy mi az, amit egymáshoz lehetne így mérni, de szerintem írjátok meg kommentben, aztán lehet, hogy legközelebb azt is fel lehet használni hasonlatként ilyen Covid-tüskés ügyben. Mondjuk egy kis Ádám szintű poénnal rósztolni Ricky Gervaist. Nem véletlen volt itt ez a stand-upos hasonlat, mert hogy következnek kulturális perceink. Diameter пылевого столба составлял около 10 километров. Sose tudom, hogy potyondi vagy potyondi. Tudom, hogy hosszú tyével van írva, direkt megnéztem, de néha ő, mintha a saját szájával röviden ejteni potyondinak. Szóval olyan, mint Márki-Zay Péter. Ott se tudom soha, hogy Zay vagy Zay. Hallom mind a két változatot. Na mindegy. Nagyon szeretem a stand-upot. Nem véletlenül hoztam fel Ricky Gervaist példának az előbb, mert hogy nekem ő az abszolút etalon, de vannak még mások is, mint például Jimmy Carr, Amy Schumer vagy Sarah Millican. Nagyon örültem annak, amikor láttam, hogy egy új magyar stand-up csillag tűnik fel az égen. Igen, Potyondi Edina az utóbbi időben megkerülhetetlen a YouTube-on. Kevés ember van, akinek szinte minden videóját megnézem, Edina az egyike ezeknek, annak ellenére, hogy a politikai humort én nem igazán kedvelem, meg úgy általában távol tartom magam a politikától. Tudom, hogy akkor ezek után felvetődik a kérdés, hogy mi a frász nézek a videóin. Nagyon tetszik a stílusa, igen, néha a politikai poénoknak a, nem tudom, túlnyomó többségét öncélúnak, erőltetetnek érzem, de ez csak az én meglátásom. Látom, hogy nagyon népszerű Edina, úgyhogy valószínűleg egy széles réteg vevőre. A humor mindig egy szubjektív műfaj, úgyhogy ebből a részébe biztos, hogy nem fogok belekötni. Mivel Edinának kedveltem a videóit, amikor megláttam, hogy lesz stand-up előadása, gondoltam foglalok rá jegyet, mit ad Isten, pont január 7-ére a születésnapomra volt jegy, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ez egy égi jel, isteni szikra, bármi hasonló, úgyhogy foglaltam rá jegyet, és elmentem szülinapi ajándékként. Igen, Edina, te voltál a szülinapi ajándékom. Bár kétlem, hogy nézi ezt a videót. Tartottam tőle, hogy csak politikai humor lesz, de már maga a leírás, mi a címe, mocskos nyelvvel feleselek, tehát már maga a stand-up leírásban ott szerepelt, hogy nem egészen erről van szó, és valóban volt benne politikai is, de túlnyomó részt a saját életéről szólt. A szüléséről, itt voltak szerintem a legjobb poénok, a párkapcsolatáról, a családi hátteréről, arról, hogy nőtt fel, egy kerek egész sztorizgatós este volt. Ahogy viszont megszokhattátok, itt a heti hatásban mélyére ásunk az ilyen kulturális kérdéseknek egy részletes elemzés keretében. Jó, azt hiszem, ezt egy kicsit túltoltam. Összeszedtem, hogy mi az, ami nagyon tetszett az előadásban, és mi az, amin szerintem lehetne fejleszteni. Ami jó volt, első, abszolút favorit, a helyszínválasztás. A kínomoziban futnak az előadásai, ami eleve ad egy keretet neki, egy nagyon jó kapcsolatot teremt a YouTube, illetve az élő közönség között. Olyan szinten nem fogok spoilerezni, de azzal kezdődik az egész, hogy a mozivásznon jelenik meg ő először, és utána lép majd a színre, ami tényleg egy nagyon szép hitat képez. Ez biztos, hogy 10 pontos. És ha már 10 pontokról volt szó, voltak 10 pontos poénok. Azok, amiken jókat tudok derülni még napokkal később is, ha eszembe jut, nagyon szívesen elmondom ismerősöknek, nektek nyilván nem fogom lelőni ezeket, menjetek el, nézzétek meg. Voltak ilyenek, nagyokat hahotáztam rajta. Mekkora boomer vagyok. Nagyon jókat röhögtem rajta. Pluszpont még, hogy a történeteiben nagyon hiteles. Egész biztos, hogy ki van találva a fele. De ez a műfaj erről szól. Nyilván nem minden stand-upos áll oda, és a saját életét a maga pőre valójában mutatja be. Lehetett érezni, hogy hol van ez, és szerintem lehetett érezni, hogy hol volt hozzáköltés, de ez
nagyon gördülékeny volt. És ami még pozitívum, hogy kifejezetten ígéretes stand-uposról van szó. Első előadásnak egyáltalán nem volt rossz. Szerintem a magyar podcast széna jó részét helyből lenyomja. Nem nehéz, nem mondom azt, hogy a magyar stand-up úgy, ahogy van szar. Vannak kifejezetten jó stand-uposok, de hát azért a nagy átlagnál nem nehéz jobban teljesíteni. És akkor nézzük, hogy mi az, amin szerintem lehetne javítani. A politikai rész. Voltak, akik végigröhögték az egészet. Ez lehet azért, mert ők a teljesen megszállott rajongók, lehet azért, mert nekik tényleg bejött az a humor, ami ebben a részben megjelent, de úgy éreztem, hogy a közönség nagy része itt ennél a szakasznál volt a legcsendesebb. Itt volt az a része, ahol a Momentum kezdeteiről, a párttal való kapcsolatáról, szakításáról beszélt. Szerintem ez nagyon... Nem tudom, nem hiszem, hogy ez volt a legjobb módja annak, hogy feldolgozza ezeket a traumákat, amik a politika csinálás környezetében érték őket. De mondom, ez teljesen szubjektív, úgyhogy van, akinek ez tetszik, nekem ez nem jött be. Szakmai ártalom, de nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy ne csak az előadókat, hanem a közönséget is figyeljem, mert az ő visszajelzéseikből nagyon-nagyon sokat észre lehet venni az előadásról is. Voltak dinamikai hullámvölgyek, vagy inkább hullámalföldek. Nem nagyok, kicsik, kis alföldek. Mondjuk mosom magyaróvári, úgyhogy ez lehet, hogy nem csoda. Biztos, hogy az előadás dramaturgiáját át fogja még gyúrni, és egy sokkal nagyobb élmény lesz ezt az előadást mondjuk fél év múlva látni, mint most, nagyjából még az elején. És a harmadik dolog, amit felírtam fejlesztendő részekként, ez a legkomplexebb. A YouTube és a színpadi jelenlét teljesen más felkészültséget, teljesen más készségeket igényel. És most nem a színészekről beszélek színpadon, hanem olyan színpadi szerepekről, mint amikor az ember műsort vezet, konferencia egy rendezvényen, nem tudom, kerekasztal beszélgetést vezet, stand-upot csinál, vagy akár egy akadémiai előadásról is beszélhetünk itt. Meg persze szájásokról. Ezekben a közös, hogy mindig jelen van valami, ami a YouTube-on nincs, közvetlenül, élőben. Ez pedig az élő közönség. Az, hogy hogyan tudsz bánni a közönséggel, az, hogy mennyire tudod kényelmesen érezni magad, hogyha élő emberek néznek téged folyamatosan, az rettentő fontos, és ez átjön a közönségnek. Lehet, hogy nem tudatosul benned, miközben nézed az adott előadót, csak azt érzed, hogy van valami fura távolságtartás. Hát ezt Edinánál nagyon éreztem. De a jó hír az, hogy ez javul. Minél többet van az ember színpadon, minél többet reagál a közönségre és figyel oda a közönség jelenlétére, rezdüléseire, annál dinamikusabb lesz, annál könnyebben fogja tudni kezelni ezeket a helyzeteket, annál természetesebben fog tudni mozogni a színpadon. Ehhez viszont kell az, hogy minden kapcsolatot meg tudj teremteni a közönséggel. Például, ami nekem nagyon fura volt, hogy sötét volt a nézőtéren, teljesen sötét. Az az állapot, amikor az embernek az arcába jön a reflektor, kb. Mint most nekem ez a softbox, alig lehet látni ilyenkor valakit, akár már a harmadik sorban is. Nagyon nehéz így odafigyelni a közönségre, ami értem, hogy ad valami biztonságérzetet, hogy nem látja az ember őket. Nem tudom, hogy Edinánál ez volt ez, most kicsit tágabban értelmezem, de sokat segítene, hogyha jobbak lennének az interakciók. Szerintem ez volt a legnagyobb gyengesége az előadásnak. Egy élő közönségnél mindig történik valami. Késve érkezik valaki, valaki kimegy, itt is volt ilyen egyébként. És ilyenkor voltak leállások érezhetően. Ezek a zavarba ejtő csendek, hogy akkor megvárjuk, míg kimegy. Jó, akkor most már folytatom. De semmi gond, mert ezekre idővel ki fognak alakulni panelek, sőt, az improvizációs készséget is nagyon-nagyon-nagyon erősen lehet fejleszteni. Úgyhogy szerintem ezzel nem lesz gond később, most az előadásnak ebben az állapotában ezt mondom, egy picit hiányosságnak éreztem. Egy másik oldala ennek az éremnek, ami abszolút pozitív, hogy Edina azért próbálta bevonni a közönséget. Voltak olyan interakciós elemek, nem lövöm le ezeket,
amikkel próbáltam megszólítani, megmozgatni őket. Viszont mondom, itt elég erős volt a kontraszt, hogy a közönség lényegében a sötét miatt teljesen ki volt kapcsolva, ugyanakkor voltak ilyen lebegtetett mondatok, amire reagálni kellett valamit, feltett kérdéseket, amire várt volna választ. Viszont ez egy kétélű fegyver. Nagyon jól fel kell tudni mérni már a színpadra lépéskor azt, hogy milyen lesz az adott közönség, és mi az, amit be lehet dobni, mi az, amit nem. Ez mondom, rutinnal ki fog alakulni, úgyhogy egyáltalán nincs semmi veszve, de igen, voltak ezek a kínos csendek, ilyen meglebegtetett mondatok, amire várt volna valamilyen választ, és azt hiszem a második vagy harmadik ilyennél, amikor tapintani lehetett a feszültséget, hogy valaki mondja már valamit. Nyilván ez közönségtől is függ, tehát tök más dinamikája lehet egy másik előadáson a közönségnek. A lényeg, hogy annál, aminél ott voltam, ott voltak ilyen érezhető, tapintható feszültségmorzsák, és az egyik kérdésnél, amikor egy nevet kellett volna, valamilyen politikai szereplő nevét kellett volna beszólni, cirip-cirip, úgy döntöttem, hogy bedobom, hogy Gyurcsány. És hát ott szemmel láthatólag kicsit megkönnyebbült, és oldottabbá vált, és mondta is, hogy jaj, végre valaki, és folytatta az előadást. Nem tudom, mennyire leszek bevállalós, de ez tök jó cím lenne, hogy telitorokból gyurcsányoztam Pottyon Diadina előadásán. Szóval összességében nem volt rossz az előadás, könnyed egy másfél óra volt, nem bántam meg, hogy mentem, de mondom, a közönséggel való kapcsolattartást és a dinamikát még csiszolni kell, viszont ez idővel jönni fog. Ha lesz majd még egy előadása, mert hogy egy következő, egy új stand-up, egész biztos, hogy el fogok rá menni, mert mondom, nagyon ígéretes, úgyhogy tetszett. Menjetek el, nézzétek meg ti is az előadását, ezzel ti is hozzájárultok ahhoz, hogy gyakoroljon. Másrészt, ha már láttátok, akkor írjátok meg odalent, hogy nektek hogy tetszett. Ez volt a heti hatás, rövidesen új vizekre elvezünk. Valószínűleg megvágom valamelyik porosodó videómat. Na jó, sziasztok! I'm moving on.